Á, hol a srácok? Ez a videó arról fog szólni, amit nagyon sokan kérdeztek, így gondoltam, hogy megválaszolom, és ezzel segítem a kérdésre a választ. Rengetegen kérdeztétek, hogy hol lesz fellépés legközelebb, mikor lesz koncert, Szabi simogatós, rágtali, rizsfelfújt, körömpörkölt, lábszak... Ja nem, ezeket nem ti kérdeztétek. Amit viszont biztos megkérdeztetek, és kérdeztek a mai napig is nagyon sokan, hogy mikor megyünk hozzátok fellépni a környéketekre, XY helyre, és erre gondoltam, hogy adok egy tök jó választ, amivel meg tudjuk oldani, hogy biztos, hogy elmenjünk. Ha azt szeretnétek, hogy biztosan találkozzunk a környéketeken fellépni, igen, te ott, te, akkor mindenképpen érdemes közben járnod a dolog érdekében, ugyanis nem úgy működik, hogy mi megmondjuk, hogy na hát mi majd a Pörkölt Fesztiválon fellépünk 20 óra 30 perckor, és akkor majd utána jön a Dáridó, előttem felléphet a Spoon 29, vagy nem tudom mi a 21, mindegy, tök mindegy. Tehát az a lényeg egyébként, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mikor hova megyünk fellépni, hanem vannak az országban rendezvények, és akkor onnan jönnek megkeresések, és akkor mi azt vagy elvállaljuk, vagy nem. Ti ebben az egészben úgy tudtok igazán szerepet vállalni, hogy megkeresitek az illetékes személyeteket a környéken. Egyértelmű, hogy minél kisebb a hely, annál könnyebb megtalálni az illetékes szemét. Illetékes személy alatt értek mondjuk egy polgármestert, akár városvezetés, a falunapnak a szervezőjét, vagy egy fesztiválnak a szervezőjét, vagy bármilyen más rendezvénynek a szervezőjét, akit esetleg ismerhettek, minél kisebb falu teszem azt, vagy város, ugye annál nagyobb az esélye, hogy ismeritek őt. A város vagy falu vezetésnek, vagy a rendezvény szervezőnek nyugodtan elmondhatjátok azt, hogy azt szeretnétek, hogy én menjek el hozzátok fellépni. Egyáltalán nem veszik rossz néven azt, hogy ti ezt elmondjátok, sőt legtöbbször örülnek neki, hogy elmondjátok, hogy kit szeretnétek oda, mert sokszor nagyon random a választás, ezért mert sokszor így gyakorlatilag a Dáridó, meg Kacor Feri, meg hasonló. Igaz, hogy nagyon sok fellépés van beírva a naptárba már erre az évre, viszont még egyáltalán nem vagyunk elkésve arról, hogy hozzátok is elmenjünk fellépni. Mindösszesen tényleg fel kell venni ezekkel az emberekkel a kapcsolatot. Ha esetleg személyesen nem ismered őket, akkor biztos, hogy a városod weboldalán találsz valamilyen elérhetőséget, amin keresztül tudsz érdeklődni, akár e-mailben, akár telefonon. No de ahhoz, hogy komolyan vegyenek, nem lehet csak úgy azt mondani, hogy hát csókolom, én a Szabi, aztán szeretném elhívni fellépni, mert hát május 14-én 20 óra, akkor Barinak akkor lesz a születésnapja, és hát ő lenne akkor a sztár vendég, ott a íze, ott a kurta kocsmába. Érdemes azon klipjeimet összegyűjteni, és azoknak a linkjeit, amiket leginkább szerettek. Most mondjuk itt arra gondolok például, hogy az emlékezt sokan hallgattátok, a szakadékok köztőt, a kártyavárat, és meg azért sorolhatnám, hiszen van még jó pár, de így nagyjából ezeket gyűjtsétek össze, amiket hangosan ordibáltok általában a fellépéseken. Ami szerintem még egyébként fontos lehet az az, hogy lássák azt, hogy nem csak te akarod egyedül, hogy elmenjünk fellépni, hanem tényleg többen szeretnétek, tehát van rá igény. Ezt mindenképpen érdemes körbe kérdezned, hogy szeretnének-e többen jönni. Én azt szoktam még mondani, ha kérdezitek, hogy mit mutassatok ilyenkor, hogy érdemes egy-két élő videót YouTube-ról megmutatni, vagy Facebookról, amikor ugye volt fellépésről élőzés, és ott látszik gyakorlatilag, hogy milyen hangosak vagyunk, mennyien vagyunk, és hogy milyen jó hangulat szokott lenni. Amit semmiképpen se felejtsetek el, az nem más, mint hogy adjatok le egy kapcsolattartói elérhetőséget, egészen pontosan azt az elérhetőséget, amin minket elérnek, tehát itt gondolok arra, hogy van a fellépés szervezőm, aki segít lebonyolítani ezeket. Neki az elérhetőségei a weboldalomon ott van, tehát a sabies.hu oldalon egyébként, de a videoklipek alatt is egyébként ott van mind az e-mail címünk, mind a telefonszám, amin fellépést lehet szervezni. De már csak azért is, hogy kéznél legyen, itt is megtaláljátok leírva mind a telefonszámot, mind pedig az e-mail címet, és mint ahogy mondtam, engem biztos, hogy nem fogtok ezzel elérni, mert hogy ez a Zsolt telefonszáma, ez a fellépés szervezésre van. Csak egy mellékes gondolat még, mostanában elég sokat live-ozok Instagramon, mert felfedeztem azt a csodálatos funkciót, hogy be lehet kapcsolni titeket, úgyhogy ha esetleg látjátok, hogy Instagramon live-ozok, akkor gyertek be nyugodtan, mert hogy nagyon sok az esélye, hogy esetleg bekapcsolok titeket és kérdezhettek élőben, beszélgethettünk meg minden ilyesmi, mert kifejezetten tetszik, hogy tudtok így élőben kérdezni. Ezeket, amiket mondtam, a leírásba letettem, úgyhogy igazából csak ki kell másolni, és hogyha e-mailt akarnátok írni, akkor csak bemásoljátok, vagy ha rákattintatok erre a videóra, akkor már csak mutogatni kell. Pláne, hogyha esetleg személyesen mentek be, talán az a legcélszerűbb, hogy bementek egy illetékes emberhez, hogy te beszélni szeretnél vele az egyik rendezvényről, és akkor eldarálod neki, hogy nekem ez a Szabi fiú kell, mert hát meg akarom túrni a haját. Vagy csak hallgatni a hangját. Vagy egyik se is megdobálni. Vagy csak enni egy pörköltöt vele.
Itt kommentben pedig arra lennék kíváncsi, hogy aki volt már fellépésen, ő hogy érezte magát. Mindenképpen írjátok oda, hogy hol voltatok, hogy nagyjából azért emlékezzek is arra a fellépésre. Idén bárhol is találkozunk, arra mindenképpen meg szeretnélek kérni titeket, hogy vigyázzatok egymásra. Tényleg sokszor annyian voltatok, hogy az valami brutális, és erre nem minden helyszín, leginkább egyik se, van felkészülve, hogy ennyi ember befogadására így hogy mondjam, képes legyen. Úgyhogy erre kifejezetten figyeljünk oda. Kommentbe pedig ne felejtsétek el megírni, hogy ha voltatok már fellépésen, akkor milyen volt, illetve hol voltatok fellépésen. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok srácok, peace, love, unity, meg minden ilyesmi. Jó.